A mindennapos bevásárlást érintő lényeges változások léptek életbe hazánkban, miszerint február 1-től 7 alapvető élelmiszerre árstoppot vezetett be Magyarország kormánya, amelyek ára nem lehet magasabb, mint amennyi tavaly október 15-én volt. Felmérések alapján havonta több ezer forintot is spórolhatnak az intézkedésnek köszönhetően a családok. De minden társadalmi helyzetben lévőnek segít. Ez a 78 éves férfi azt mondja, 7 unokája van, ezért nagy segítség számukra az árak korlátozása. Szoktam combot vásárolni, kenyeret, lisztet, főz a feleségem, süt, ez nekem mind jó. Egyes üzletek mennyiségi korlátozást vezettek be a hatósági áros termékekre, ennek oka, hogy mindenkit ki tudjanak szolgálni, és elkerüljék a túlzott felvásárlást az érintett árucikkekből. Van, aki azt mondja, örül annak, hogy ezzel pénzt tud megtakarítani. Brutálisan megemelték az árakat, és ki van téve, hogy akciós. Forrott nem akciós, mert vagy régi áron, vagy emelt áron árusítják. Fischer Sándor a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint a vállalkozókat és a vásárlókat is változóan fogja érinteni az árak befagyasztása. Természetesen vannak nagyon egységek, akik könnyebben tudják ezt átélni, hiszen ő számukra van egy olyan helyzet, hogy tudnak érvényesíteni beszerzői ár megállapodásokat, és ennek következtében olyan nagy nehézségeik nincsenek. A vevőket, vagyis a fogyasztókat természetesen pozitívan érinti, mert ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy olcsóban tudnak szerezni alapvető élelmiszereket és cikkeket, legalábbis erre a rövid 3 hónapos időszakra. Orbán Viktor még január 12-én jelentette be az árstoppot. A kormány célja, hogy megvédje a családokat a rendkívül magas európai energiaárak miatt kialakult élelmiszerár növekedéstől. Sikerült megfékeznünk a benzinár növekedést, bevezettünk egy kamatstoppot a jelzáloghitelek esetében, és van egy rezsicsökkentéses politikánk, vagyis fix áron kapják a magyar családok az energiát, ez megvédi őket. De közben más termékek, fontos termékek ára nő, ilyenek az élelmiszerek. Ma úgy döntöttünk, hogy 6 termék esetében kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgó étolaj, sertéscomb, csirkemell és a 2,8%-os tehéntej esetében beavatkozunk az árak alakulásába. Ez azt jelenti, hogy ennek a 6 terméknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol a tavalyi év október 15-én állt. Ez minden üzletben meg kell, hogy történjen, és február 1-től kezdődően már ezen az áron lehet őket megvásárolni. Az árstopp a tervek szerint május 1-jéig tart.